és vendégem pedig Hajdú János, a Terror Elhárítási Központ főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A pápa látogatása fő témánk, illetve ennek a biztosítása, de nyilván meg kell kérdezni, mit szól ehhez az esethez, amikor látta, hallotta, olvasta, hogy mi történt Belgrádban? Döbbenet. Nem nagyon tudok én sem mást mondani így elsőre. Nézd, a sajtóhírnél többet nem tudok az ügyről, jelenleg más műveletben voltunk délután, de amit abban el lehetett olvasni, azt elolvastam. Azt gondolom, hogy szó nincs hirtelen felindulásról. Azokat az ismérveket, amit egy bármilyen furcsa 14 éves gyerekre azt mondja, hogy magányos elkövető, de ez a 14 éves fiú ez az volt, minden ismérvet magán hordozott. Azt majd meg kell nézni, hogy az interneten kommunikálta ezt, vagy pedig csak egy zárt rendszerbe leírta a saját füzeteibe. Lőteret látogatott, ez egész biztos. És az, hogy ez a fiúnak volt-e bármilyen pszichiátriai betegség, ezt a vizsgát ki fogja mutatni. Meglepne, ha nem találnának ilyet a kollégák. Ki van csukva, hogy egy 14 éves gyerek, teljesen ki van csukva. Egy 14 éves gyerek felvesz egy maroklőfegyvert, és pontos lövésekkel végez 8 emberrel, és mindezt teljesen tiszta tudattal és normális mentális állapotban teszi. Nekem ez nagyon furcsa lenne. Nagyon sajnálom, nehéz dolog ez. Mindenféleképp nyilván részvétem azoknak a hozzátartozóknak, akik most ott mécsest gyújtanak, és egy valóban egy tragédia, ennyit tudok mondani. De meg kell előzni, ez a hatóságok dolga, ez a mi dolgunk Magyarországon. Ezek azok a munkák, amik a legnehezebbek, hisz tű a szén a kazalban. Egy ilyet megtalálni, ön is emlékszik, nemrég volt egy ilyen felderítésünk. Bízom benne, hogy az összes olyan gyermek, aki ebbe az irányba kíván vagy akar fordulni, azt be fogjuk tudni határolni, és meg fogjuk tudni időben akadályozni, de látva a világban történteket, azért ez a lényegesen nagyobb szolgálatoknak sem történik meg mindig. Nézzük meg az Egyesült Államokat. És hát, hogy a pápa látogatás kapcsán, ha már a magányos elkövetőt említette, akkor nyilván önöknek mindenre is fel kellett készülni, hiszen a katolikus egyház fő az egyik legvédettebb, és pontosan ezért az egyik legnagyobb rizikófaktor az önök szemében, hiszen nagyon-nagyon komolyan kell védeni őt, és ön sokadszorra védett Szentatyát, ez is egy érdekes dolog. Itt hogyan készültek Ferenc pápa látogatására, hiszen hatalmas háttérmunka előzte meg ezt is? Nem volt sok időnk, mint egy 2-2,5 hónap állt rendelkezésre a felkészülésre. Mindenekelőtt egyeztetni kellett a vatikáni szolgálat, hogy pontosan hogy fog kinézni a menetrend. Az utolsó pillanatig azért ez változott. Tehát nagyon nem tudtunk igazodni, a helyszínek is csak nagyon végén, nagyon a program végén derültek ki, de együtt dolgoztunk nyilván az összes belügyminisztériumi társszervvel, és együtt dolgoztunk a polgár és a katonai titkosszolgálatokkal. A végén már az egészségügyi rendszer, az OMSZ és a kórházak is beszálltak ebbe. Nagy munkát végeztünk. A TEC teljes szakmai gárdája, mind a három szakmai igazgatóság, a felderítésünk, a műveletünk és a személyvédelem csak ezen dolgozott. Én azt gondolom, hogy eredményesen, azt gondolom, és az a vatikáni szolgálatokkal is egybecseng a véleményünk, hogy világszínvonalon hajtották végre a kollégák ezt a munkát. Pedig Ferenc pápa, ugye amiatt, hogy rendkívül közvetlenül, nagyon szeret az emberek közé menni, és nagyon szereti azt, hogy beül az autóba, leengedi az ablakot, oda megy az emberek közé, tehát közvetlen kapcsolatot akar velük. Ez nyilván emberileg, és aki látni akarja, vagy tényleg közel akar kerülni a Szentatyához, egy rendkívül felemelő érzés. Önöknek viszont egy komoly kihívás. Hát higgyel, ez nem csak a Ferenc pápa, ez a pápák általános jellemzője, hogy lehúzzák az ablakot és közel mennek az emberekhez, hisz ők azért egy küldetésben vannak. Igaz, és ebben önnek igaza van, hogy az 5 legvédettebb személy és a legveszélyeztettebb személy közé tartozik. De a másik 4-nél ezek elképzelhetetlenek. Ők fegyelmezettebbek az államfő? Más, egész más az ő politikai attitűdjük, mint egy pápának, aki valóban, ahogy ön mondta, közel kerül az emberekhez, oda megy, áldást oszt, és azért ez a fajta magatartás, hogy elfogad tárgyakat, dobozokat, csomagokat, azért ez egy komoly kockázat. Az, hogy lehúzott ablakkal autózik, nagyon minimális sebességgel, ellenőrizetlen tömeg, mert ez mind kockázat. De erre reagálni kell, lényegesen nehezebb feladat, mint amikor egy zárt rendszerbe teljesen távol az ismeretlentől autózik a védett személy egy páncélautóba, és az út szélen csak elsuhanni látja az embereket, azért ez egy más dolog így. Igen, de az is érdekes, hogy komandósok is voltak a pápa biztosításon, említette, hogy minden, tehát a TEC minden szerve ott dolgozott, és mindenki azon munkálkodott, hogy zökkenőmentes legyen. Pontosan ugye a legfontosabb ilyenkor, hogy az átlag embernek, az átlag látogatónak semmi se tűnjön föl. Ezt hogyan sikerült véghez vinni, és miért voltak ott komandósok egyébként?
Nem csak magányos egyszál fegyverrel rendelkező elkövetőkre kell készülni egy ilyen védelemnél, hanem egy nagyon agresszív, a konvoj támadó fegyveres erőre is. Most erre az esetre nyilván sem itt, sem máshol nem fogjuk az ilyen védett személyeket úgynevezett ütköző csoport nélkül elengedni. Ez az ütköző csoport egy nagyon nagy erőt, nagyon nagy tűzerőt képviselő egység a konvojba. Azért nincs ebben olyan túl nagy titok, mert hogy látszanak a fiúk, de nincs ezzel különösebb baj, kulturáltan tudtuk ezt megjeleníteni. Úgyhogy én azt gondolom, szükség van rá. Máskor is fogjuk alkalmazni, és eddig is alkalmaztuk az ilyen típusú védett személyek mellett. És pontosan ez az egy dolog, hogy van, aki látja a fegyveres erőt, nyilván ennek is van visszatartó vagy elrettentő ereje, de amikor magánlátogatásra megy, amikor emberek közé megy, akkor arra hogyan tudnak felkészülni? Ezt a felderítés részét mondta, hogy hány hónapi munka előzte meg, gondolom itt éjjel-nappal figyelik a hálózatok az internetet, és arra is próbálnak felkészülni, hogy itt esetleg megjelenik-e bármi egy fél szó mondat arra vonatkozóan, hogy mondjuk valaki a pápa ellen készülne bármire. Nemzetközi kapcsolattartás, ez volt az első, amit megkezdtünk. Az összes olyan partnerünkkel, akikkel titkosszolgálati kapcsolatunk van, folyamatosan kértük az ő álláspontjukat és az információikat ezzel kapcsolatban. Hazai szerveknek az információ szerzése is ebbe az irányba fordult be, és a TEK hírszerzési egységeinek is ebbe az irányba fordultak be az információ szerzési törekvései. Semmi olyan hír nem jött, amely veszélyeztette volna a pápát, de ezt meg kellett tenni, ezeket az információknak a beszerzését. És hogyha bemegy egy ilyen magányos tömegbe, már pedig bemegy, az ő dolga, nagyon helyesen teszi, nekünk erre reagálni kell, és az már a személyvédelmi egységeknek a dolga. De ön 32 évvel ezelőtt személy testőrként II. János Pál pápát óvta, tehát akkor már ebben van rutinja. Hozzá lehet ehhez szokni, hogy egy pápa bemegy az emberek közé, és ön pedig csak arra figyel, hogy mi történhet bármikor a közelében vagy a háttérben? Nézd, a politikusoknál ez ritkább dolog, de azért megteszik. Tehát aki személyvédelemmel foglalkozik, műveleti munkával foglalkozik, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy ön mondta 32 éve az utcán teszi a dolgát, és abban a világban él, ott ez nem ritka dolog. Úgyhogy az ember persze hozzászokik, és a kollégáim is nagyon jól hozzászoktak ehhez, itt azért mind harcedzett testőr volt, aki körbevette a pápát a vatikáni egységgel együtt. Remekül dolgoztak, remekül készültek fel, remek szituációmodellezések voltak előtte, sok éjszakát töltöttünk együtt, hogy minden egyes kis részlet is begyakoroljunk, de azt gondolom, hogy tényleg szépen és nagyon jól dolgoztak. Mit mondott egyébként Ferenc pápa, vagy mondjuk azok az emberek, akik a személyes védelméről gondoskodtak ugye a Vatikánból? Ferenc pápa megköszönte. Először is a testőrségnek megköszönte, egy személyes meghallgatáson, beszélgetésen megköszönte a magyar testőrségnek a védelmet. A vatikáni testőrségnek a parancsnoka is megköszönte, és az összes testőr megköszönte a védelmet. Érdekes volt, mert ez egy picit más volt talán, mint az első. Az elsőn egy picit nagyobb erővel, nagyobb előkészülettel jöttek a vatikáni testőrök, de látták akkor azt a munkát, amit az eukarisztikus konferencián beletettünk, és most már csak a minimális erővel érkeztek, és nagyon sok mindent bíztak már ránk. És ez így volt a többi védett személynél is, aki hasonló kategóriájú. Főigazgató úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.